Krisztusban szeretett testvéreim! Még néhány napig, akikkel először találkozunk, jó kívánságokkal, újévi jó kívánságokkal üdvözöljük őket, boldog új évet, békességes új évet, de újabban, ahogy bejött a karácsony kívánságai között, hogy áldott ünnepet, ugyanúgy már merik használni azt is, hogy Istentől áldott új esztendőt kívánunk. Kívánjuk, és ez az Isten ajándéka és adománya számunkra. De mi az a legmegfelelőbb magatartás, amivel mi válaszolni tudunk? Hiszen ahogy valaki kap ajándékot, illik rá valamilyen formában válaszolnia. A mostani szentírási szakaszok, legyen az a olvasmány Sirák fia könyvéből, de még Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levele is kiemeli a bölcsességet. A ószövetségi szentíró a bölcsességnek a fölmagasztalását adja, Szent Pál pedig az efezusi levélben azt mondja, hogy Isten adja meg nektek a bölcsesség lelkét. Hogy kell ezt egy mai ember számára megfogalmazni, hogy mit is jelent ez? Csupán azt, hogy ahogy én is fiatal papkoromban szerettem öreg papok között lenni. Okos, értelmes emberektől mindig lehet tanulni. Hát ez is egyfajta megközelítése a bölcsességnek, de a Szentírásnak, ha az egészet figyelembe veszem, akkor egy egészen összetett válasza van a bölcsességre. A keleti emberek egyébként is szerették a bölcsességet, amit lehetne így fogalmazni, hogy az a magatartás, amikor a legmagasabb szempont szerint ítélünk meg dolgokat. Nem a pillanatnyi helyzetnek megfelelően, hanem nagyon hosszú távon, hogy amíg 10-20-30 év múlva is jó lesz, és nyilván a keresztény ember számára az üdvösség az a legtávolabbi célpont, hogy még aszerint is jó lesz, amit én most cselekszem. És éppen ezért nagyon tisztelték azokat, akik keresték az Istent. Hát mindjárt ott vannak a napkeleti bölcsek, akik eljöttek, mert az ő lelkük, értelmük Isten kereső volt. És így jöttek el hosszú utat és áldozatot vállalva. De ott van a 12 éves Jézus is, akiről azt mondja a Szentírás, hogy növekedett korban, bölcsességben és kedvességben Isten előtt. Hát hogyan lehet egy gyereknek bölcsességben növekednie? Hát nyilván úgy, hogyha mindent a hosszú távú cél szerint ítél meg. Egy gyakorlati példát mondjak, a piarista gimnáziumban az volt az elv, hogy először mindig a szükségest, utána a hasznost és utána a kellemest kell elvégeznünk, ha erre van lehetőségünk. Tehát először meg kell csinálni a leckét, utána azokat a dolgokat, ami úgy kedvemre való, de mégis segíti a tanulást, és aztán harmadjára maradhat a játék, hogyha még van rá idő. Ez egy gyerek által megvalósított bölcsesség. De az a bölcsesség, amiről a Szentírás tanít, az végül is Istenből forrásozik. Mert felismerték azt, hogy ennek a világnak a összetettsége, rendezettsége,
Pedig mit tudtak ők még akkor a világ egyetemről hozzánk viszonyítva? Ez nincs magától. Ennek egy olyan alkotója kell, hogy legyen, aki magában hordozza a bölcsességet. És így dicsőítik az Istent, hogy ő mindent bölcsen és jót cselekedett. És ezért szinte megszemélyesítették már a bölcsességet, mint ahogy a Sirák fia könyve is. Csak hogy akkoron a szigorú monoteizmus, Isten szigorú egyedül valósága, az vagy az Isten gondolatát mondta bölcsességnek, vagy a megvalósuló művét. Aztán egyre inkább kezdett megvilágosodni a kinyilatkoztatás hatására, hogy valójában az Isten bölcsessége maga Jézus Krisztus, aki eljött közénk, ő az isteni bölcsesség. Isztambulban, a régi Konstantinápolyban azt a gyönyörű szép templomot annak idején, amit újra visszaalakítottak mecsetté egy ideig, Kemal Atatürktől kezdve csak múzeum volt, a Hagia Szófiát, ahogy most a törökök mondják, annak a görög neve Hagia Szófia, Szent Bölcsesség. És nem általában, hanem Jézus Krisztus. A nagy ikon ott van fönn, csak most megint eltakarják mindenféle muszlim feliratokkal. Jézus Krisztusnak a személye, ő az Isten megtestesült igéje és megtestesült bölcsessége. Így értjük meg azt, hogy amikor a Loretói litániát imádkozzuk, akkor abban van egy ilyen jelzője Szűz Máriának, hogy a bölcsesség széke, könyörögj érettünk. Mert ő annak a Jézus Krisztusnak az anyja, akit mi a szent bölcsességként is tisztelünk. Csak hogy az Isten gondolatai mások, mint a miénk, sok esetben. Na, Izaiás próféta azt mondta, amilyen messze van az ég a földtől, olyan messze van az Isten gondolata az emberétől. Sok mindent nem tudunk megérteni. És ez világosan látszik Jézus működésében, mert föl imádkozik, föl sóhajt, és azt mondja, föl újjong, hogy áldalak téged, atyám, mennek és földnek ura, mert elzártad a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek nyilvánítottad ki magadat. Mert a világ bölcsessége az csak erre az időre terjed, amiben most élünk. Az isteni bölcsesség pedig, ahogy említettem is, az üdvösséget veszi célba. És ezért, amikor Szent Pál apostol hirdetik Görögországban, a filozófia ős hazájában, a fórumon Jézus Krisztust, és ott látja, hogy nem akarják megérteni, mert ő beszél a föltámadásról, akkor azt mondja, hogy a görögök bölcsességet követelnek, a zsidók csodákat. Azt várták, hogy a messiás majd mindjárt olyan hatalommal jön, hogy ő lesz maga az egész római impériumnak a vezetője. Mi pedig Krisztust, a megfeszítettet hirdetjük, aki látszólag vereséget szenvedett, de ő az Isten ereje és bölcsessége. És ez erősebb a világnak az erejénél és bölcsességénél. És itt lehet látni, hogy az a fajta bölcsesség, amiről Jézus tanít, az nyilván olyasmi, ami nem elégszik meg azzal, hogy jobban éljünk. Már Salamon is, aki ugye a zsidó nép legnagyobb királya volt, amikor megválasztották királynak, akkor elment Gábaonba. És ott egy nagy áldozatot mutatott be az Istennek,
És éjszaka megjelent neki az Úr angyala, és azt mondta, hogy Salamon, kérj, amit akarsz. Salamon elgondolkodott, ezért is mondták bölcs Salamonnak, én bölcsességet kérek. De a szó szerinti magyarázatban így van, én halló szívet kérek, hogy meghalljam az Isten szavát, és azt tetteimben, azaz a szívem szerinti cselekedetekben meg is valósítsam. És ezért is lett ő már az Ószövetség nagy királya. Na most, hát ugyanez vonatkozik ránk is, keresztényekre, hogy vállalnunk kell az Isten országáért, az üdvösségért azokat a tetteket is, amik nem föltétlen kifizetődőek. Lehet így lehetne elmondani a mai embernek, hogy Jézus Krisztus bölcsessége annyira hosszú távú, hogy nem biztos, hogy most fizetődik ki. Mert a mai ember az azt szereti, hogy azonnal, amit ő cselekszik, az fizetve és honorálva legyen. De nem. Ehhez kell a hit és a remény, hogy valaki ezt megtegye. És ezt kell kérni, hogy ebben az esztendőben, amikor ki tudja, mennyi nehézség fog ránk várni, mert biztos, hogy lesz. Kezdve a Covid-vírustól, politikai küzdelmek, mindenféle klímaváltozás, nem is kell sorolni, hogy mik várnak ránk, hogy abban a helyzetben is el tudjam fogadni az én életemet és sorsomat, és cselekedjek a legjobb lelki ismeretem szerint. Volt egy ókor végi bölcselő bizonyos Bötius. Ő keresztény ember volt, egész magas beosztásban volt a Római Birodalomban. Mondhatnánk, olyan államtitkárféle volt, de hát a politikai küzdelmek nem ma kezdődtek, hanem akkor is megvoltak, és az ellenfelei börtönbe csukták. És ott írt egy könyvet, méghozzá ez, hogy a filozófia vigasztalása. Ugye a filozófia eredetileg azt jelenti, hogy a bölcsesség szeretete. Ennyit jelent ez szó. És ez a könyv ma is olvasható, és ő a börtönbe, ahol meg is halt, tudott olyan könyvet írni, amit az egész középkoron át, de még később is, a legnagyobb keresztény gondolkodók mindig haszonnal forgattak, mert még ott is tudott vigasztalást adni, és nekünk is vigasztalást tud mondani. Mert mit állít? Azt mondja, Isten örök jelenben él. Azt is tudja, hogy mi lesz később, mit fogunk tenni, és minden benne van az ő ismeretében. Tehát, ha mi arra vagyunk idézőjelbetéve kényszerítve, hogy jók legyünk, mert keresztények vagyunk, ne higgyük azt, hogy ez egy fölösleges erőfeszítés, mert minden a mindentudó Isten jelenlétében történik. És épp azért mondja Bötius ott a börtönbe, készülve a halálra, hogy ez is, amit én itt megélek, ez is a mindentudó Isten jelenlétében történik, tehát érdemes jónak lenni. Még úgy is, hogy ellenségeim diadalt ültek fölöttem. De ehhez nagyon nagy hitre van szükség, és ugyancsak nagyon nagy reményre. Hát, hogyha várjuk Isten áldását ebben az esztendőben, mert várjuk és kérjük, és kívánjuk egymásnak, akkor kérjük azt is, hogy, mint ahogy Szent Pál apostol mondta, adja meg nekünk az Isten a bölcsességnek a lelkét, hogy így módon tudjunk élni, és megfelelni, hogy így mondjam, a mindennapok kihívásaira, és ami életünk, az egy hálaadó válasz legyen az Isten áldására,
és ekkor leszünk valójában bölcsek, amit mindenkinek ajánlok, és mindenkinek kívánok. Keresztény bölcsként tudja élni az életét. Amen.